Több mint 50 éve csöppent bele a fotográfiába, és ez azóta is magával ragadja. Nem is akar kiszabadulni belőle Hámori Gábor, pécsi fotóművész, aki idén 70 éves. Két kiállítás során mutatja be a fél évszázad alkotásait. Ez most az első jubileumi tárlat. Ezen a kiállításon szinte két évnél alig van régebbi kép, egy-két 2008-as, a többi 2022 és 2024 között készült kép. Tehát ez most egy ilyen felfrissülés az én munkámban. Ennek sok oka van, de hát például ilyen, hogy a légifotózás, ami előtte 25 évig a legfőbb területen volt, az úgy egy kicsi alább hagyott. Most kellett magamat újra terveznem a földi fotózásnál, földfelszíni fotózásnál, viszont ami régi diákkori álmom volt, a sok fekete-fehér képkészítés, ami akkoriban nem jött össze valami ilyen olyanok miatt. Most végre kiélem magamat a fekete-fehérben, és nagyon sok fekete-fehér képet készítettem az elmúlt 2-3 évben. Ezekből mutatok be sokat. Több fekete-fehér fotót látni a kiállításon. Ez a fényképezés legkorábbi korszakára nyúlik vissza. Vajon Hámori Gábor milyen indítatásból készít napjainkban ilyen színekkel képeket, vagy a nosztalgia, vagy valami egészen más az, ami foglalkoztatja? Fiatal koromban, amikor tanultam fényképezni, akkor a fekete-fehér technikáját megtanultam, de a látásmódját nem sikerült. A színeset viszont valahogy magamhoz közelebb állónak éreztem, és akkor évtizedekig csak színes képeket készítettem, és hogy is mondjam, irigykedve néztem a jó fekete-fehér fotókat. És érdekes módon nem a technikai fejlődés hozta nekem ezt, hogy most fekete-fehérrel fényképezzek, hanem egyre inkább redukáltam a képeknél a felesleges információkat. Ez úgy kezdődött, hogy a színes képeimnél is egyre kevesebb színt használtam, visszafogtam a tónusokat, és akkor így jutottam el végül addig, hogy a színeket teljesen kivonom, és csak a mondani valóra és a formákra, az esztétikára tudom a lényeget fordítani, és kifejezni azt, amit szeretnék bemutatni. Valja, nem kell azért sokat utazni, hogy az ember jó képeket készítsen. Baranya, Balaton környéke, esetleg Budapest, Magyarország, amerre járok, hát a Nagy Magyarországot is beleértve, azért itt vannak olyan képek is, amik Erdélyben készültek, de hát azért nem tudok kibújni a bőrömből, amikor utazni, mert hogy utazni nagyon szeretek, amikor utazni tudok, akkor természetesen fényképezek, amit csak lehet. Azonban nemrég igen messze földön járt. Kínába utazott, és onnan is hozott fotós emléket, éppen azt, ami előtt beszélgetünk. Vágyam és a szakmai lehetőség egyszerre nyílott meg. Egy fotófesztivált rendeznek most már 21-szer Pingyao nevű kisvárosban, amire idén sikerült engem is meghivatni, hogy így mondjam. Hát ugye a világból több ezer fotográfust hívnak meg oda. Most idén is olyan 7-800-ról tudok, amennyien szerepeltek képeikkel, tehát nagy élmény volt már eleve ez a hatalmas képmennyiség, több ezer fénykép kiállítva egy időben, és hát Kína kultúrája, a kínai emberek kedvessége, ez mind közel áll hozzám, úgyhogy most ezt tudtam így kihasználva egy hetet tölteni Kínában, egy világméretű fotófesztiválon. A kínai kiállítás a Pingyao Nemzetközi Fotófesztivál nevet viseli, 24. alkalommal szervezték, körülbelül 50 ország fotográfusait hívták meg, sok ezer képet kiállítottak egy időben, szabadtéren, gyárcsarnokokban, galériákban, mindenhol kiállítás volt, és hát itt mód volt eszmecserékre, kis meetingek, beszélgetések, szakmai beszélgetésekre és találkozásokra. Bár több nehézsége volt a kiállítás összehozásában, de ezt most szeretnék körbevinni az országban, esetleg külföldön is bemutatná Hámori Gábor. Most egy hónap múlva lesz ennek egy folytatása, mert hogy ez a 70 évet és az 50 év fotográfiában, ezt úgy tudom ünnepelni, hogy nem egy nagy kiállítás, hanem két kisebben mutatkozok be.
A másik kiállításomon ott régebbi képek is lesznek, nem csak 21. századiak. Hámori Gábor 50 év a fotográfiában című jubileumi kiállítása a Mecseki Fotóklub Halász Rezső galériában várja a látogatókat Pécsen. A 70 éves fotoművész impressziókat mutat be képein át a 21. századból. A tárlat megtekinthető november 22-éig.